Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Csokoládé, akác, vatta, cukorízű bogyók a kiállításon. Csemegeszőlő mustrát tartottak Pécsen. Borzból készített ételeket kínáltak Székelyszabaron. Már a harmadik fesztiválnál járnak a helyiek. Rally a faluban. Nyárbúcsúztató autós bemutató Szederkényben. Ittas vezetés és szabályozás. A zéró toleranciáról kérdeztük a minisztert. Több mint 200 különböző ízű, formájú, illatú csemegeszőlőt ismerhetett és kóstolhatott meg a közönség az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének Szent Miklós-hegyi telepén. A kutatóintézet célkitűzései között szerepel, hogy támogassa a magyar csemegeszőlő termesztés fejlődését. Erre kitűnő lehetőség az országos rendezvény, ahol nem csak a termelők és a szakemberek, hanem a fogyasztók is megismerkedhetnek a csemegeszőlőben rejlő lehetőségekkel. Fotozzák a kiakasztott szőlőfürtöket a látogatók a Pécsi Szőlészeti Kutatóintézet Szent Miklósi birtokán. Itt tartották a második országos csemegeszőlő kiállítást és versenyt szombaton. Különböző színű, ízű, bogyónagyságú gyümölcsöt hoztak a termelők, nemesítők. Horváth Sándor Solt-Szent Imréről érkezett, sok száz fajta csemegeszőlőt termeszt otthonában. 2008 óta foglalkozok csemegeszőlővel. Hát most már több mint 500 fajtán van, különféle ízvilágokkal, és ahogy látom, hogy egyre elterjedtebb, és többen keresik ezeket a finom szőlőket. Mármint sok ízbe lehet találni, akár csokoládé ízbe is, szamóca ízű, zöldalma, körte ízű, citromfű ízű szőlőket, ez mindegy gyönyörű, vatta, cukor ízű, sajnos az idén nem hoztam ki, mindenki azt hiányolja. De az volt a tavalyi győztes. Azt mondja, másfél hektáros kísérleti telepe van, ahol a világ különböző országaiból érkező szőlőveszőket olt be és neveli őket. Célja, hogy olyan ízletes, érdekes fajtákat találjon, amelyek teremnek nálunk is. A hazai körülmények között hogy lehetne, és melyik vonának azok a szőlők, ami itt is biztonságosan még termelhetők, és az emberek szeretik. Hát vannak, ugye itt nézünk a nagyságra, ízvilágra, és az egyre, ahogy a piacra megyünk, egyre többen és többen keresik ezeket a különleges szőlőket, és sajnos, nem sajnos, hála Istennek az emberek, amikor megkóstolnak itt egy különleges szőlőt, hogy ilyen, mint az akác, a fehér akác, hogy majdnem úgy néz ki, mint egy gyöngy, meg a gyöngyvirág, a land is, hát ezek elájulnak az emberek, hogy ilyen szőlő is létezik a világon. A hétvégi hőség ellenére idén több vendég látogatott el a csemegeszőlő kiállításra, mondja a kutatóintézet munkatársa. Tavaly közel 500 látogató fordult meg a standokon, most ennél lényegesen nagyobb látogató időszámmal számolunk. Reggel 9:30-tól már megrohanták a standokat az emberek. A benti részen a szakmai előadások folynak párhuzamosan a kiállítással. Ez is egy kis kiegészítése vagy bővítése volt a rendezvényünknek. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés és a kereslet a csemegeszőlővel kapcsolatban. Most több mint 200 különleges csemegeszőlő fajtának a látványával, illetve az ízével is találkozhatnak a látogatók. A legízletesebb, legnagyobb fürtöket, bogyókat is keresték a verseny keretében. Az Egyetem Szőlészeti Kutatóintézete tavaly döntött arról, hogy a hazai csemegeszőlőfajták megismerése és népszerűsítése céljából országos kiállításon biztosít lehetőséget a termelőknek a bemutatkozásra, a nagy közönséggel való találkozásra. A második országos csemegeszőlő kiállítás és verseny megrendezésével a kutatóintézet, mint házigazda, egyrészt szakmai támogatást biztosított az árutermelők, családi gazdálkodók számára, kiemelve a háztáji termesztés jelentőségét. A másik cél pedig a csemegeszőlő, mint egészséges gyümölcs népszerűsítése, új fajták és trendek bemutatása a nagy közönség számára.
Jelentősen éves összevetésben 26%-kal nőtt az augusztus első felében megkötött lakásbiztosítások száma, egyebek mellett a felsőoktatási tanévet megelőző albérlet szezon és a hónap eleji viharkárok miatt, közölte a netrix.hu a saját adatai alapján. A biztosítási portál szerint az augusztus első két hetében megkötött lakásbiztosítások átlagdíja meghaladta a 36 ezer forintot, ami 11%-os emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb egyetemi városokat vizsgálva kiderült, hogy a budapesti ingatlanokra kötött lakásbiztosítások száma 25%-kal nőtt. Az egy évre vetített átlagdíj pedig 12%-kal 36 ezer forint fölé emelkedett. Győrben, Miskolcon, Szegeden, Debrecenben és Pécsen a megkötött lakásbiztosítások száma 17%-kal emelkedett, az átlagdíj pedig 12%-kal 31 ezer forint fölé nőtt. Régen a főúri asztalok büszkesége volt, ma már viszolygással teli kíváncsiságot vált ki a borszhúsból készült étel. Igazi különlegesség ez a vad, amely Székelyszabarra csábította az érdeklődőket szombaton. A harmadik borszfőző fesztivált rendezték a településen, ahol borszpörkölt és borszburger várta az ínyenceket. Mosolygós borz a fazékban, ez volt a Székelyszabari borszfőző fesztivál emblémája a hétvégén. Ez pedig már a borsz hússal teli kondér. Pörköltet készítettek ebből a különleges alapanyagból. A főszakács azt mondja, a borsz húst is úgy készítik, mint a többi vadat. Ugyanúgy, mint egy akár egy szarvast, akár egy vadisztót csinálnak meg, és a saját levében, erre semmilyen víz nincs öntve, ő a saját levét főzi most. És akkor ezt fűszerezzük egy kis fűszerköménnyel, kis majorannával, ezeket ragjuk bele, sót állítjuk be rajta, kis paprikával, és addig főzünk meg, nem fogod. Semmi különleges fűszer nem kell bele. Én azt gondolom, hogy minden hústam meg kell legyen a saját ízének, ugyanúgy szarvasnak, vadisznónak, borznak is, a jónak is, a kecskének, és mindennek legyen meg a saját íze, semmi különleges, ami elveheti az ízét. A borz előkészítés azonban időigényes, csak a színhús maradhat, így minden zsiradéktól, hártyától meg kell tisztítani. Kicsit nehéz a munka vele, mert apró. Kicsi a comb, kicsi a csont, kicsi a hús. Igazából 5-6 kilós borzokról beszélünk, ha megnyúzzuk, lesz 3 kiló csontosak, vagy 4 kiló. És ezeket még mindig ki kell pucolni a hártyától, a zsírtól, fagyutól. Minden, ami káros. A készítők azt mondják, sok félreértés miatt viszonyognak sokan a borztól, ezeknek azonban nincs alapja. Büdös borzzal hozzák össze, aminek semmi köze nincs. Összehozzák az amerikai borzzal. Így van, semmi köze. Ő európai. Az európai borz az nem büdös? Nem büdös, nincs bűzmirigye. Ő nem tud fecskendezni, ő nem büdös. Neki nincs ilyen, mint az amerikai borznak, vagy ennek a... A bűzös borz nevezetű. Igen, igen. Mesében látott, nagyon fricskeljük és büdösek vagyunk. És mondjuk, hogy borz, és akkor összeszeditek az út mellett? Nem, ez ugyanolyan vad, mint a másik, lövik a vadászok, vagy csapdázzák. Ez ugyanolyan vad, mint egy őz, egy szarvas, ugyanúgy ejtik el. Illetve az elkészítése is hasonló. Régen a főúri asztalok különlegessége volt a borz, mondják a fesztivál szervezői. A mostani alapanyagot vadásztársaságoktól szerezték be, a húsokat állatorvos vizsgálta be, így teljes biztonsággal fogyaszthatók. A pörkölt mellett készült borzburger is. A húspogácsához sertésszalonnát adtak, hogy meglegyen benne a kellő zsíradék. Egyébként egy nagyon tiszta hús, nagyon szép színe is van, az illata is egyáltalán nem penetráns, tehát ugye mi az a baj, összekeverjük az amerikai büdös borzzal a mi borzunkat, és ugye ezért van sokak fejében az, hogy ez egy olyan ellenszenves dolog. Nyilván nincs benne annyira a köztudatban a borzhús, mint olyan, főleg így a magyar konyha tekintetében sem. Viszont hát egy őshonos állatunk, úgyhogy igazából egy próbát abszolút megér szerintem. És érkezett is az első próbálkozó. Nagyon finom. Finom. Mire hasonlít az íze a borzhús? Vad. Ennyi? Vad. Semmi bántó íz, semmi... Olyan nagyon dolog. Finom, tényleg nagyon jó. Mindenkinek ajánlom. Székelyszabaron a szombati volt a harmadik borzfőző fesztivál. Mi már többször ettünk borzot, többször főztünk baráti társasággal,
A plakáton lévő hármas szám az egy kicsit megtévesztő, mert ilyen nagy volumenben gyakorlatilag ez az első fesztiválunk. Az első kettő az inkább baráti társaságban történt. Gondoltuk, hogy lépünk egy nagyot, és így lett belőle ez a rendezvény. A polgármester azt mondja, mindenképpen egy különleges fesztivált akartak létrehozni, ezért esett a választás erre a vadfajtára. Az önkormányzat főzte, sütötte a borszhúst. A település parkjában pedig több társaság más vadhússal készült, így nem minden étel szólt a borszról. Újabb mérföldkövet ért el a magyar vállalkozásokat segítő Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram. A szerződött források mennyisége alig 6 hónap alatt kimerítette a rendelkezésre álló 1000 milliárd forintos keretének 75%-át, jelentette be hétfői közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A támogatás keretein belül beruházási forgóeszköz és zöld hitel igényelhető. A pénz a jelenlegi magas kamatkörnyezetben rendkívül kedvező. A futamidő végéig fix kamat mellett érhető el. Forint hitel esetén jellemzően legfeljebb 6%-os, euró hitel esetében pedig legfeljebb 3,5%-os szinten. A szerződött ügyfelek 68%-a a KKV-szektorból került ki, ők a szerződött hitelállomány alapján a források 43%-át használhatják fel. Autósportos búcsút vettek a nyártól Szederekényben. Rali bemutatóval, autófelvonulással és esti mulatsággal köszönt el a település a vakáció időszakától augusztus utolsó hétvégén. Tavaly rendezték meg az első ilyen eseményt, annak sikerén felbuzdulva idén is az autóké volt a főszerep a baranyai településen. Bőgtek a motorok, csikorogtak a kerekek hétfőjén Szederkényben. A faluban kijelölt pályán mentek a ralisok. Tavaly indult ez a kezdeményezés, amit idén folytattak, mondta település vezetője. Tavaly volt 750 éves a településünk, és akkor volt először itt ez a rali bemutató, és olyan sikere volt mostanihoz hasonlóan. Azonnal mondták minden fórumon, hogy ezt meg kell ismételni, mert hogy ez annyira komoly volt, és szervező már tavasszal Lepold Zsoltnak hívják az úriembert, tavasszal már megkeresett minket, hogy akkor ezt ismételjük meg, tegyünk rá még egy lapáttal, úgyhogy ezt láthatják most itt a nézők. Az önkormányzat szervezte a nyárvégi eseményt, ahol az autóké volt a főszerep. A Szederkényi nyárzáró rendezvényünk, az önkormányzat a fő szponzora, támogatója. Jól látjátok, igazából a főszerep a benzingőzés, a gumiszagé, hogyha fogalmazhatok így. Egy rali bemutatót látunk most, 9-kor kezdődött, 3 óráig fog tartani. Mellette itt a hátam mögött veteránautó kiállítás. Amikor vége a rallinak, akkor a településen az összes autó tesz egy nagy kört, megmutatjuk a nagy közönségnek, bár itt is elég sokan vannak. Összesen 50-en álltak rajthoz a rali bemutatón. A település közösségi házának udvarán pedig 15 autó állt, ezek vettek részt a felvonulásban. A 2000-es lélekszámú Szederkényben a délutáni program után zenés estével zárult a nyárbúcsúztató esemény szombaton. Újra gondolnák az alkoholfogyasztás és a járművezetés szabályozását egyesek. Vannak, akik szerint szigorú a hatályban lévő rendelet, és engednének bizonyos lazítást. Nemrégen Pécsen járt az agrárminiszter, akit a zéró toleranciáról kérdeztünk. Két olyan dolog van, amiben a magyar lakosság többsége egyetért. Az egyik, hogy 130 km/h-nál gyorsabban nem lehet haladni az autópályán. A másik, hogy egy korty bort se lehessen fogyasztani az ebédnél. Így kezdte az agrárminiszter válaszát az autóvezetés és az alkoholfogyasztás szabályozását firtató kérdésünkre. Én nem gondolom, hogy ez helyes. De a társadalmi közvélekedés ez. Azt látom, hogy a körülöttünk lévő országban mindenütt a társadalom fölnőtt ahhoz, hogy az ebédhez, a gasztronómiához egy pohár bort, egy pohár pezsgőt, azt nyugodtan elfogyaszthat, anélkül, hogy részeggé válna, anélkül, hogy a közlekedés befolyásolna.
Én azt gondolom, hogy erről társadalmi párbeszédet kell folytatni. Beszélni kell, egyeztetni kell, társadalmi bizalmat kell építeni ebben. A miniszter szerint mindenképpen szükség van a társadalmi többségre az autóvezetés és az alkoholfogyasztási szabályok megváltoztatásánál. De addig, míg a társadalomban nincs elfogadottsága ennek, és mindenki azt gondolja, hogy a magyar ember nem képes megállni, hogy csak egy pohár bort fogyaszt, hanem akkor részegen fog mindenki vezetni, sokkal több baleset lesz, addig nem lehet természetszerűleg ezt bevezetni. Viszont dolgoznunk kell azon, és egyeztetéseket, párbeszédet kell folytatni arról, hogy igenis, társadalmi felelősségvállalás, a megváltozott gasztronómiai szokások, az életmódunk, az értelmi képességünk Magyarországon is lehetővé teszi, hogy igen, a kulturált borfogyasztást engedélyezni lehessen. Jelenleg, mint köztudott, zéró tolerancia van az ittas vezetés területén hazánkban. Európa több országában azonban megengedett bizonyos mennyiség. Németországban, a Benelux államokban, Ausztriában, Spanyolországban, vagy épp Franciaországban 0,5 tized ezrelék a tolerált véralkohol koncentráció. Ez igaz például Horvátországban vagy Görögországban is, míg Nagy-Britanniában 0,8 tized ezrelék. A közép-kelet-európai országoknál szigorúbbak a szabályok, a lengyeleknél 0,2, a szerbeknél pedig 0,3 ezrelékes véralkoholszint mellett még nem tilos vezetni. A cseheknél, a románoknál, illetve Szlovákiában hozzánk hasonlóan zéró tolerancia van érvényben. Nálunk borászok vetették fel, hogy lehetne enyhíteni a szabályozáson. Ez kormányzati szinten is megjelent, de egyelőre marad az iszik vagy vezet elve hazánkban. A következő napokban folytatódik a kifejlett szúnyogok elleni védekezés. A kezeléseket földi úton a települések lakott részein végzik platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel. Baranyában is lehet találkozni a napnyugtát követő esti, késő esti órákban a gyérítést végző járművekkel. A vármegyében 86 településen 7016 hektárnyi területet érintően lesz gyérítés, olvasható a katasztrófa védelem közleményében. Az elmúlt hét meleg időjárás kedvezett a szúnyogok szaporodásának, ilyenkor a lárvák akár egy hét alatt képesek kifejlődni. A központi szúnyoggyérítés azokra a területekre terjed ki, ahol a legnagyobb a szúnyogártalom. A központi szúnyoggyérítés mellett minden önkormányzatnak lehetősége van saját költségvetése terhére szúnyoggyérítést végeztetni a településen. A NAV baranyai munkatársai augusztus 28 és szeptember 3-a között kedden Pécset, a pizzériákat, csütörtökön Komlón a piaci árusokat, pénteken pedig szintén Pécset, a Nagy Imre úti üzleteket és vendéglátóhelyeket ellenőrzik, közölte az adóhivatal. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását vizsgálják. A régió híreivel folytatjuk. 50 gyerek kapott most tanszereket Tamásiban a református szeretetszolgálat jóvoltából. A hátrányos helyzetű gyerekek így már teljes felszereléssel kezdhetik meg a tanévet. A településen működő szociális központ kiemelt figyelmet fordít a segítségnyújtásra azoknál a családoknál, akik nem tudják megoldani az iskolakezdést idén. A Tamási és környéke szociális központ nem csak a településen, hanem a környező falvakban élőkkel is kapcsolatot tart, ezért a mostani 50 kisgyerek mellett még 22-en kaptak adományt ebben a hónapban, a központ által megkeresett irodaszergyártók jóvoltából. A Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével jöhetett ez a rendezvényünk most így létre. Én azt gondolom, hogy gyönyörű adományban lehet része a gyermekeknek, illetve családjaiknak. Itt az iskolatáskáktól kezdve a ceruzáig gyakorlatilag szinte mindent magában foglal ez az adomány. Az átadó egy hangulatos vendégség keretein belül történt, ahol harapnivalókkal és üdítőkkel várták a fiatalokat. Igen, nagyon vártuk a gyermekeket és a szüleiket, és hogy ne egy hagyományos adományosztás legyen ez a mai nap, ezért a kollégáimmal úgy gondoltuk, hogy megvendégeljük a gyermekeket, és egy kis pogácsával, édessüteménnyel és szörppel
vártuk őket, így a várakozás is könnyebben telt, amíg mindenki átvehette a névre szóló tanszercsomagjaikat. A két szervezet már harmadik éve dolgozik együtt, akár élelmiszeradományok kiosztásánál, akár a hátrányos helyzetű családok segítésével. Az iskola év kezdete különösen megterhelő anyagilag a családoknak. Ezen próbálnak enyhíteni a szervezetek munkatársai az adományosztással. Az egész évben segítő intézmény több mint 1000 rászorulót tart nyilván csak a településen és környékén. 5000 négyzetméterrel megnő a zöld felületek területe Szekszárd belvárosában a Zöldváros projektnek köszönhetően. A fejlesztés munkálatai jól haladnak, a szakemberek nyáron is folyamatosan dolgoznak. A tervek szerint hamarosan megnyitják a bíróság mögötti, most még lezárt részt és a központban található buszmegállót is arrébb helyezték, hogy folytatódjon a kivitelezés. Ideglenes kerítése a Liszt-Ferenc téri buszmegálló körül. A várot néhány méterrel arrébb rakják, hogy a munka folytatódhasson. De nem csak itt dolgoznak hétvégén is a szakemberek. A Zöldváros projekt részeként az egész belváros megújul hamarosan. Az eredmények már kezdenek látszani. Van olyan most még lezárt terület, amit jövő hétvége felé ismét használatba vehetnek a helyiek. Jövő héten az Ocean áruháznak a déli részén is elkészül a térkőburkolat, oda át fogjuk terelni a forgalmat, egy kényelmesebb, komfortosabb megközelítést téve ezzel. Igazából a többi helyeken mindig vannak apró módosítások, hogy az üzletek maradéktalanul tudjanak működni. Igyekszünk mindenkivel tartani a kapcsolatot, és megfelelően biztosítani a megközelítést az üzleteknek. A munkálatok jelentős része a szüreti napokra befejeződik. A szakemberek mintegy 20 ezer négyzetméternyi burkolatot törtek fel, de csak 15 ezeret fednek be újra, vagyis fél hektárral nő a zöld felület területe. Ezek mellett közel 140 fát, 9050 cserjét, 4850 évelő növényt és 500 örökzöld csemetét ültetnek el a munka utolsó fázisában. A városban sétáló kényelmét pedig 184 pad és utcai bútor, valamint 88 kerékpárt tároló és 130 kuka szolgálja. A kivitelezés során nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy a munkások megfelelő védelmet kapjanak a hőséggel szemben. Kérnénk szépen a lakosságnak a türelmét abban a kérdésben, azon a területen, hogy gyakorlatilag a nagy felületeknek a burkolása megtörtént, most már a sarkoknak, a kisebb részeknek a kiegyenlítése, bevágása történik. Természetesen az forral fog járni, de a vállalkozó nagyon oda fog figyelni, hogy a környékünkön látó vendéglátóegységek és a lakosság, a lakóházak minél kevesebbet szenvedjenek. A Zöldváros program várhatóan őszre fejeződik be Szekszárdon. Lopott disznót próbált lopott tápon felnevelni egy nő és egy férfi. Akkor buktak le, amikor a kocsijukban negyed tonna takarmányt talált egy rendőr. Amikor kimentek a házukhoz, kiderült, hogy egy malac is van ott, ami szintén jogtalanul került hozzájuk. Rendőrségi jelölő plaketta a lefoglalt tápos zsákokon. Összesen 250 kg-ot, vagyis negyed tonnát lopott el a páros egy Tamásiban található disznótartó telephelyről. Egy közúti ellenőrzés során buktak le. Még a hónap elején Páriban igazoltatott a helyi körzeti megbízott egy személyautót. Az autó utas, illetve csomagterében 5 zsák egyenként 50 kilós tápot talált. Erről az autóba utazók nem kívántak nyilatkozni. A kollégánk kiváló hely is személyismeretének köszönhetően hamar kiderült, hogy ezeket a tápokat a Tamási Leokádi pusztai állattartó telepről hozták el a személyek. Ezt követően mindkettőjükhöz kimentek az egyenruhások, egyikőjük házánál viszont újabb meglepetés érte őket. Egy disznót találtak ott, amit szintén az állattartó telepről loptak el. A Tamási kollégák házkutatást tartottak a gyanúsítható személyek ingatlanaiban. Egyiküknél egy hízott sertést is találtak, amiről egyértelműen megállapították, hogy malac korában az is a telephez tartozott, és a tulajdonos tudta és engedélye nélkül hozták onnan el. Az ügyben végül 3 embert hallgattak ki gyanúsítottként, nekik hamarosan lopás miatt kell felelniük. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Csokoládé, akác, vatta, cukorízű bogyók a kiállításon. Csemegeszőlő mustrát tartottak Pécsen. Borzból készített ételeket kínáltak Székelyszabaron. Már a harmadik fesztiválnál járnak a helyiek. Rally a faluban. Nyárbúcsúztató autós bemutató Szederkényben. Ittas vezetés és szabályozás. A zéró toleranciáról kérdeztük a minisztert.
Este és éjszaka a Dunántúlon és a középső országrészben számíthatunk záporokra, zivatarokra. Kedre, viradóra ezek egyre inkább keletebbre fognak tolódni, majd napközben is több felé kell készülni záporokra, zivatarokra. A légmozgás sok felé lesz élénk erős, zivatarok környezetében viharos. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakulhat, 30 fok fölé még keleten, észak-keleten emelkedhet a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!